Az előző két részben már bemutattam jó pár érdekes helyet Európában. Azonban annyi különlegesség maradt, hogy még pár epizódot biztos fogok tudni belőlük készíteni. Sajnos a koronavírus még mindig tombol, ezért a valódi utazással még egy kicsit várni kell. De addig is kérlek, tarts velem egy kis virtuális túrára. Első helyszín, víz alatti kerékpárút, Limburg tartomány, Belgium. Jó, egy kicsit túloztam, amikor azt mondtam, hogy víz alatti, mert igazából csak a tóvizébe van besüllyesztve a kerékpárút. A környék a történelmi épületeinek köszönhetően mindig is népszerű volt mind a turisták, mind a bringások körében. 2016-ban azonban megnyitották ezt a kerékpárral a vizen átnövő új útvonalat, ami teljesen egyedülállónak számít a világon. A 200 méter hosszú híd úttestje másfél méterrel a víz szintje alatt van, így tekerés közben egészen érdekes perspektívából szemlélheted a tavat. A tervezők arra is gondoltak, hogy az új utat cölöpökre építsék, így a halak számára is átjárható maradt a tó két fele. Ha bicajozni nem szeretsz, akár gyalog is átsétálhatsz ezen a különös útvonalon. A 3 méter széles útpálya bőven elegendő ahhoz, hogy a kerékpárosok és a gyalogosok kényelmesen elférjenek egymás mellett. A kerékpárútról elvileg a cyclingthroughwater.com oldalon találsz bővebb infót, de a film elkészítésekor az oldal valamiért nem volt elérhető. Ha ez továbbra sem működik, a visitlimburg.be oldallal is próbálkozhatsz. A filmben elhangzó linkeket egyébként a videó leírásában is megtalálod. Második állomásunk innen kb. 1100 km-nyire délre található. Appennini Kolosszus, Olaszország. Francesco Medici, aki első Ferenc néven lett Toszkána nagyhercege, 1568-ban vásárolta meg a területet, mely Firenze mai határától kb. 10 km-nyire fekszik. Itt hozott létre második felesége számára egy csodálatos parkot, melybe épített sok minden más mellett kastélyt, szökőkutakat, mesterséges tavakat és szobrokat is. Az utóbbiak közül a legkülönlegesebb egy 14 méter magas félig szobor, félig pedig a közeli Appenninek hegyvonulatát mintázó építmény. Ezt hívják az Appennini Kolosszusnak. Különlegessége, hogy nem csak kívülről nyújt lenyűgöző látványt ez a kőóriás. A belsejében több, kagylóval, korallokkal, gyöngyökkel és kristályokkal, valamint freskókkal díszített szoba is helyet kapott, sőt a fejében lévőben még egy kandallót is elhelyeztek. A kandalló pedig nem csak az épület melegét volt hivatott szolgálni, hanem amikor begyújtották, a kolosszus szemei is világítottak, a füst pedig az orrán keresztül távozott. A szobrot is magában foglaló park tavasztól őszig minden hétvégén ingyen látogatható. További részletekért a discovertuscany.com oldalt érdemes felkeresni. Virtuális túránkat most Franciaországban folytatjuk. Château de la Motte-Chanié, Franciaország. A kastély a 13. században épült, de egy 1932-es tűzvészben majdnem teljesen elpusztult. Ezután sokáig elhagyatottan állt, tulajdonosának többszöri próbálkozással sem sikerült túladnia rajta. 2017-ben az interneten szerveződött egy vevői kör. 115 ország közel 11.500 polgára 17 nap alatt dobott össze 950.000 eurót, melyből 500.000 volt a vételár, a maradékot pedig az épület és környezetének felújítására fordították. Az újdonsült kastély tulajdonosok egyébként nem csak a gyűjtésben jeleskedtek, hanem közülük több mint 1200-an kétkezi munkával is hozzájárultak a renoválás sikeréhez. A tulajdonosi csoport 2020-ban már legalább 500.000 látogatóra számított, de a koronavírus miatt valószínűleg a turista dömpingre még egy kicsit várniuk kell. További infóért a motte-chanié.com oldalt keresheted fel. Mielőtt tovább megyünk, kérlek nyomj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Ha a kis harangombot is megnyomod, mindig azonnal értesítést fogsz kapni a legújabb videókról. Nagyon köszönöm a segítségedet! És még mindig maradjunk Franciaországban!
Château de Savigny-le-Bon, Franciaország. Már megint egy francia kastély mondhatnád, de ide kivételesen nem ezért tettük tiszteletünket. Sokkal inkább az itt található sugárhajtású vadászrepülőgép gyűjtemény miatt. Michel Pont tulajdonos évtizedekkel ezelőtt gyerekkorában kezdett bele a motorkerékpárok gyűjtésébe. Pár évvel később az Abarth Racing csapat hivatalos autóversenyzőjévé vált, így a motorok mellett már az autók is felkeltették az érdeklődését. Ezért különleges kocsikkal bővítgette tovább a kollekcióját. Miután teljes mértékig ez sem elégítette ki a gyűjtő szenvedélyét, a 80-as években elkezdett beszerezni sugárhajtású vadászgépeket is. Látható itt rengeteg második világháborús német és amerikai gép, de vannak szovjet jetek is, és még néhány sugárhajtású helikopternek is jutott hely a 27 hektáros telken. A Guinness rekordok könyve szerint mára már az övé a legnagyobb ilyen jellegű gyűjtemény a világon. A kiállítás egész évben látogatható. Ha szeretnél többet megtudni Pont úr különleges járműveiről, keresd fel a chateausavigny.com oldalt. Következő helyszínünk innen keletre található. Český Krumlov, Csehország. Ez a több mint 2500 éves település a Moldva folyó kettős kanyarulatának partján fekszik, az osztrák határtól 10, a német határtól pedig 15 km távolságra. Éppen az egykor nyugatinak számító országok közelségének köszönheti, hogy a kommunizmus évei alatt a falu el tudta kerülni az iparosítás pusztító hatását. És bár ez alatt a 40 év alatt kicsit leamortizálódott, gyönyörű óvárosát sikerült megmenteni az utókor számára. A települést a rendszerváltás után teljes egészében korhűen felújították, így már a Český Krumlov Prága után az ország második legjelentősebb turisztikai attrakciója. Ha szeretnéd a falut felkeresni, javaslom, hogy a látogatásodat időzítsd a minden év júniusában megrendezésre kerülő 5 Szirmú Rózsa ünnepe nevű fesztivál idejére. Ilyenkor a helyiek beöltöznek korabeli ruhákba, és így idézik fel településük reneszánsz aranykorát. A különböző előadásoknak, régi zenei koncerteknek és lovagi tornáknak köszönhetően te is kicsit belekóstolhatsz a középkor hangulatába. A település ezen kívül híres még helyi söréről, és arról is, hogy itt található Csehország második legnagyobb vára, melyet a mai napig élő medvék őriznek a betolakodóktól. A történelmi belváros és a vár 1992 óta a világörökség részét képezi. További információ a település honlapján a ckrumlov.info oldalon található, mely akár magyar nyelven is elérhető. Következő állomásunk Miniatur Wunderland, Hamburg, Németország. Hamburgban közvetlenül az Elba partján található, a világ legnagyobb terepasztalának otthont adó Miniatur Wunderland, vagyis a Mini Mese ország. Az 1500 négyzetméteres terepasztalán összesen 15,5 km hosszú sínpáron 1040 vonatszerelvény közlekedik, több mint 12,000 vagonnal. Ezen kívül 385,000 lámpa, 760,000 modellfigura, 130,000 fa, 4100 épület és 9250 autó teszi teljessé az élményt. Hogy a kiállítás ne legyen teljesen egysíkú, a tervezők több szegmensre bontották a tárlatot témakörök szerint. Megismerkedhetsz a közép-németországi vasutakkal, bepillantást kaphatsz az osztrák alpok közlekedésébe, megnézheted, hogy néznek ki a vonatok Észak- és Dél-Amerikában,
de kirándulást tehet Svájcba vagy éppen Olaszországba is. És ha már Itáliában jársz, Velencét se hagyd ki a maga 26 hídjával és 150 gondolájával. Sőt, van itt egy képzeletbeli város is, Knuffingen, melynek nem csak vasútja, de egy komplett repülőtere is van, 42 állandó mozgásban lévő, le- és felszálló repülőgéppel. Ha nincs lehetőséged személyesen felkeresni a miniatúr Wunderlandet, a terepasztal a Google Street View segítségével is végigjárható. További info a miniatúrwunderland.com oldalon található. És most menjünk még tovább az északi sark irányába, pár száz kilométert. Autótemető, Sírkő, Svédország. A történet úgy kezdődött, hogy Aki Danielsson Shrekhez hasonlóan megvásárolt magának egy erdős, lápos, mocsaras területet. Aztán a környékről elkezdte ide szállítani az elhagyott autóroncsokat azzal a szándékkal, hogy a belőlük kiszerelt alkatrészekből gépeket építsen. Persze a svéd kormány annyira nem nézte jó szemmel a műveletet, lépéseket tettek a környezetkárosítás megszüntetésére, ami viszont felkeltette a média érdeklődését is. Csak hogy amikor az újságírók riport készítése céljából kilátogattak a területre, valami egészen más találtak, mint amire számítottak. Az erdőben rengeteg régi, szinte már muzeális értékű autót halmozott fel a tulajdonos, melynek egy részét már benőtte a növényzet. Mikor a fotók megjelentek a sajtóban, a várt felháborodás helyett érdeklődők ezrei özönlötték el a birtokot, hogy néhány képet készíthessenek a különleges roncsokról. Bár Danielsson 2000-ben elhunyt, a különleges múzeum azóta is vonza a turisták ezreit a világ minden tájáról. Az autótemetőnek saját honlapja nincs, de ha rákeresel, rengeteg információt találhatsz róla a neten. És most ugorjunk egy hatalmasat délnyugati irányba. Monsanto, Portugália. Ha szeretnéd tudni, hogy hogy nézhetett ki Portugália néhány száz évvel ezelőtt, akkor mindenképpen keresd fel Monsanto települést. A falu a spanyol határtól kb. 20 km-re helyezkedik el. Szűk, sokszor sikátorszerű utcáit sziklákból vésték ki, és a házak egy része is hatalmas kőtömbök közé épült. Sajnos a település vára egy 19. századi robbanás következtében részben elpusztult, ettől még Monsanto semmit sem veszített a varázsából. 1939-ben a települést megválasztották a legportugálabb portugál falunak. Azóta sem építkezést, sem átalakítást nem engedélyeznek a hatóságok, kizárólag állagmegóvó felújítást végezhetnek az ott lakók. Mindezeknek köszönhetően az ide látogató vendégek eredeti állapotában csodálhatják meg ezt a több száz éves kis települést. Sajnos Monsanto hivatalos weboldalát nem találtam meg, azért ha érdekel a téma, keresd rá a falu nevére a neten. És ha már sziklák kerültek szóba, akkor ne hagyjuk ki a következő helyszínt sem. Setanil de las Bodegas, Spanyolország. A település Spanyolország déli csücskében egy jó alakú völgyben helyezkedik el. Első ránézésre semmi extra tulajdonsága nincs a falunak, de ha egy kis sétára indulunk, rögtön kiderül, hogy ez mégsem egy hétköznapi település. A meredek domboldalak talaja nem föld, hanem homokkő. A homokkő pedig viszonylag puha, tehát könnyen megmunkálható, de mégis elég erős ahhoz, hogy ne omoljon be. Ennek a tulajdonságának köszönhetően a házakat nem rá, hanem beleépítették. Egyszerűen oldalról kiválták a sziklákat, és a keletkezett üregekben helyezték el az épületeket. Sok helyen annyira mélyen beástak a kőzetbe, hogy vannak utcák, amelyeket teljes egészében sziklák fednek be. Ha szeretnél többet megtudni erről a különleges helyről, keresd fel a település hivatalos weboldalát, a setanil.com-ot. Bár ez sajnos csak spanyol nyelven érhető el, ha rákeresel a település nevére, akár magyar nyelven is találhatsz róla információt. És ezzel elérkeztünk mai utolsó állomásunkhoz.
helyen álló ház, Terfens, Ausztria. Terfens egy egészen apró település, mely Innsbrucktól mintegy 10 kilométerre található. A falu legfőbb látványossága egy feje tetején álló családi ház. És a ház nem csak kívülről van fordítva, de belül is fejjel lefelé áll benne minden. A garázsban az autó, a konyhában és a szobákban a bútorok, de még a WC is a plafonról lóg a fürdőben. Pontosabban a padlóról lóg, mert hogy az van felül. Amellett, hogy érdekes érzés sétálgatni egy ilyen fordított világban, még vicces fotókat és videókat is készíthetsz a házban. Ha felkeresed a fejen álló ház hivatalos weboldalát, további érdekességeket is megtudhatsz róla. Ennyi fért a harmadik részbe. Ha tetszett és szeretnéd, hogy legyen folytatás, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és oszd meg másokkal is ezt a videót a Facebookon vagy a Twitteren. Segítségedet előre is köszönöm. Ha már jártál a videóban szereplő helyszínek valamelyikén, és valamit te másképp láttál vagy tapasztaltál, vagy csak úgy érzed, hogy valami fontos kimaradt, kérlek írd meg kommentben. Köszönöm a figyelmedet!